Az esélyegyenlőség növelése a cél, megyei szinten is javítanák a lakosságnak a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Paktum segíti az elhelyezkedést, 240 millió forintos helyi foglalkoztatási paktum indult Vásárosnamény és térségében. Lejárt a határidő, 74 jelöltre már biztosan szavazhatnak a választópolgárok április 8-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 választókerületében. Javítani kell Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esélyegyenlőségi lehetőségeit. Ez a felzárkózás politikai együttműködési programok megvalósításának nyitó rendezvényén hangzott el. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 3 éves projekt célja, hogy olyan megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakítsanak ki, amely növeli a lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeit. A programban országosan 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre 18 megye számára. Újabb esélyegyenlőségi programok indulnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A felzárkózás politikai együttműködési projekt megyei szintre emeli az országos programokat. Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a megyeházán tartott projektnyitó rendezvényen kiemelte. Fontosak az országos programok, de talán fontosabb az, hogy a helyi vezetők ezeket ismerjék és segítsék a településeknek ezeket összeilleszteni. Ez 3 évre szól, 1,2 milliárd forint keretösszegű, 18 megye vesz részt, tehát Pest megye kívül minden megye részt vesz ebben a programban, és átlagosan 50-60 millió forintot nyertek ezen a pályázaton a megyék az előző pályázaton. A projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű családoknak és településeknek esélyt teremtsen a jobb életre, hiszen ez az állapot nem egy életre szóló meghatározottság, van belőle kitörési lehetőség. Magyarországon a romák körében 40%-os a foglalkoztatási ráta, 3 éves korban a roma gyerekeknek több mint 90%-a óvodában jár. Ez azt mutatja, hogy igenis, hogyha a helyben a vezetőkkel, szakemberekkel összefogva végig gondoljuk a problémákat, és a stratégiát alkotunk, és megfelelő intézkedéseket hozunk, akkor helyi koordináció mellett igenis eredményes, hatékony megoldások tudnak születni. A program keretében rendezvények, workshopok és munkacsoporti ülések segítik majd a jó gyakorlatok átadását, hiszen ezek országosan is adaptálhatóak. Erre példa az egyre nagyobb méreteket öltő Kollégium Plus program. Két hibát követhetünk el a programmal kapcsolatban, a felzárkóztatás politikai célkitűzésekkel, hogy túlzottan türelmetlenek vagyunk, illetve hogyha nem teszünk meg minden egyes percben mindent, amit ezekért a célokért elérni lehet. Egy olyan állomásához érkezett ez a politikai célkitűzés azzal, hogy megyei foglalkoztatási paktumok is alakulnak, de megyei felzárkóztatási paktumok is alakulnak a projekt eredményeképpen, illetve egy olyan térkép, amely a szolgáltatási hiányokat, szolgáltatási hátrányokat teszi világossá a megyei szereplők, illetve az egész ország az állami vezetés számára is. Ez kiindulási alapot jelent majd a következő Európai Uniós fejlesztési ciklusra és a hazai költségvetés tervezése során is. Megmutatja majd, milyen célok és megoldásra váró feladatok vannak a térségben, amelyeket figyelembe kell venni a fejlesztés politikai célok kialakítása során is. 240 millió forintos helyi foglalkoztatási paktum indult Vásárosnamény és térségében. Ennek célja, hogy együttműködjenek az önkormányzatok, a vállalatok és a potenciális munkaerő. A térségben egyszerre jellemző a munkanélküliség és a munkaerő hiány. A paktum segítségével ezeken az arányokon is szeretnének változtatni. Vásárosnamény és környékén 5500 fő van közfoglalkoztatotti státuszban, vagy épp jelenleg is álláskereső. A hétfőn aláírt foglalkoztatási paktum őket segíti majd a jövőben. A következő közel 40 hónapban a járás területén lévő 26 települést vonják majd be ebbe a megállapodásba. Vásárosnaményban az elmúlt években több vállalkozás is elindult, számukra szakképzett munkaerőre van szükség. A településen már nem a közmunkaprogram jelenti az egyetlen lehetőséget, közölte a város polgármestere. A közmunkások száma már 300 alá csökkent, korábban ez 500 fő felett volt.
A pályázat végrehajtása során szeretnénk azt, hogyha ez a közel negyedmilliárdos forrás, hiszen 240 millió forintról beszélünk, ebből 180-190 millió forint a vállalkozókhoz kerülne, azon cégekhez, akik itt szeretnének tevékenykedni a jövőben, szeretnének olyan képzéseket megvalósítani, amelyek által minőségi munkaerőt tudnának helyben tartani, hiszen nem titkolt célunk az, hogy a fiatalok maradjanak itt, vagy térjenek vissza, és itt találják meg számításaikat Vásárosnaimban, a Bereg szívében. Szabolcs-Szatmár Bereg megye foglalkoztatási stratégiájában szerepel, hogy 1025 főnek biztosítanak foglalkoztatási vagy képzési támogatást. Erről Szabó István közgyűlési alelnök beszélt. A megyében több foglalkoztatási paktum is elindult már. A Vásárosnaményi ennek a hálózatnak a kiterjesztésében is segít. A topos forrásoknak három prioritása van. A gazdaság élénkítése, a gazdaság fejlesztése, illetve a foglalkoztatás bővítése. A Vásárosnaményihoz hasonló együttműködésekben pedig az önkormányzatok, a gazdasági szféra és a potenciális munkaerő találkozik. A megyei közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, bár a paktum szó még nem elég széles körben ismert kifejezés Magyarországon, a jelentése mindenképpen pozitív. A munkavilágában, a nyugati országokban ez egy bevett szervezeti forma, együttműködési forma, és ha kicsit boncolgatjuk az értelmét, akkor láthatóvá válik, hogy nem egyéb ez, mint sajátos érdekekkel bíró érdekcsoportok szempontjainak az összeegyeztetése. Problémát jelent az is a térségben, hogy egyszerre jellemző a munkanélküliség és a munkaerőhiány. Ez annak is köszönhető, hogy olyan képzések hiányoznak az oktatási intézményekből, amelyek a térség vállalatait segítenék. Egy mezőgazdasági térségben képezünk-e élelmiszer tartósítással foglalkozó szakmunkásokat? Utóbbi 15 évben ilyen típusú képzés nem volt a megyében, pedig hát ugye, ha konzervgyárakról beszélünk, ha csak simán a mezőgazdasági kis gyümölcsfeldolgozókról beszélünk, amelyekből szerencsére van már a térségben, akkor arra feltétel, hogy a megfelelő szakmunkás is álljon rendelkezésre. Tehát sokszor én legalábbis úgy látom, és szerintem mindannyian így vannak vele, hogy a probléma ott van előttünk, aztán végül nem is értjük, hogy miért nem vettük ezt észre korábban. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 30 ezer gazdálkodó szervezetet tart nyilván a Kereskedelmi és Iparkamara. Közülük várják még a további jelentkezőket a paktumhoz. 74 jelöltre már biztosan szavazhatnak a választópolgárok április 8-án Szabolcs-Szatmár Bereg megye 6 választókerületében a választás.hu adatai szerint. Őket már nyilvántartásba vették, de további 82 jelölt van még bejelentve. Minden választókerületben sikeresen állított jelöltet a Fidesz-KDNP és a Jobbik, a 6-os számú kerület kivételével az Összefogás párt, valamint 3 kerületben az MSZP. Rájuk és a többi közel 100 párt jelöltjére közel 500 ezeren szavazhatnak majd megyénkben. Március 5-e és 6-a fontos határidő a 2018-as országgyűlési képviselőválasztás programjában a jelölteknek és a jelölő szervezeteknek. Március 5-éig kellett leadni az ajánlóíveket, amelyekkel a pártok bejelentették az országgyűlési képviselőjelölteket. Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár ajánlása volt szükséges. Az április 8-ai szavazólapon a jelöltek, illetve listák a Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A jelöltek sorrendjének sorsolását az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság végezte el március 5-én 16 óra után. A bejelentett listák sorrendjének sorsolását a Nemzeti Választási Bizottság végezte el kedden 16 óra után. Azok a pártok kerültek fel a listára, amelyek legalább 9 megyében, illetve Budapesten legalább 27 egyéni választókerületben jelöltet állítottak, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok is szerepelnek a listán. Szabolcs-Szatmár Bereg megye mind a 6 választókerületében sikeresen állított jelöltet a Fidesz-KDNP és a Jobbik. A 6. számú választókerület kivételével az Összefogás párt is sikeresen állított jelölteket. Az egyes számú választókerületben közel 76 ezeren szavazhatnak majd. Itt már bekerült a nyilvántartásba Szabó Tünde, Csabai Lászlóné és Lengyel Máté, de itt indult Gödény György, Balog Artúr és Szepesi Zsolt László is. Rajtuk kívül pedig még 24 jelölt van bejelentve.
Vinnai Győző, Fülöp Erik és még 11 jelölt már nyilvántartásban, további 17 pedig bejelentve van a második számú választókerületben, ahol több mint 73 ezer választópolgár él. Itt nem indított jelöltet az MSZP Párbeszéd. Ahogy a harmadik számú választókerületben sem. Kisvárda székhelyen 81 ezer választópolgár vehet majd részt a választáson. Sesták Miklóst és Gyüre Csabát és további 18 jelöltet már nyilvántartásba vettek, valamint további 10 van bejelentve. Vásáros Namény vonzás körzetében 78 ezer választópolgár jogosult szavazásra. Ők Tilki Attilára, Adorján Bélára, Bihari Miklósra és további 14 jelöltre már biztosan voksolhatnak a negyedik számú választókerületben, de be van jelentve Balogh Tiborné, Dobosi Gábor Krisztián, Lőrinc Zoltán és Pál Völgyi Ferenc is. Az ötödik számú választókerületben Máté Szalka székhelyen rekordszámú párt indult. 21 jelölt van bejelentve, Kovács Sándor, Apáti István és további 8 pedig nyilvántartásba van véve. Rájuk 76 ezeren voksolhatnak. A hatodik számú választókerület lett a legkisebb az indulók szempontjából. Nyírbátor és vonzás körzete 8 jelöltet már nyilvántartásba állított, köztük Simon Miklóst, Kéz Gézát és Veres Jánost. Rajtuk kívül mindössze 4-en vannak bejelentve. Az összesen 12 jelöltre több, mint 74 ezer választópolgár szavazhat majd. Magyarországon 106 egyéni választókerület van, ezekben 105 párt indult, amelyek közül mindössze 5 nyilvántartásba vétele lett visszautasítva. Április 8-án összesen 199 képviselőt választ majd Magyarország. 55 óvodában közel 903 éves gyermekből minden ötödiknél tapasztaltak nyelvi elmaradást tavaly Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat munkatársainak közreműködésével a Nyíregyházi Városi Fejlesztő Műhely olyan szakmai fórumot hívott életre, amely segítséget nyújt a pedagógusok számára a nyelvfejlődési elmaradást mutató gyermekek fejlesztéséhez. Szakmai fórumon óvónők mutatták be azokat a gyakorlatokat, amelyeket alkalmaznak a mindennapok során a gyerekek nyelvi fejlesztése érdekében. A Városi Fejlesztő Műhely és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat egy évtizede működik Nyíregyházán. Céljuk, hogy segítség a pedagógusok, óvodapedagógusok munkáját és felhívják a figyelmet a kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztési lehetőségeire. Kovács Éva tagintézményvezető beszédében kiemelte, a szülőknek minden évben nyílt szakmai heteket szerveznek, hiszen a szakemberek munkája mellett rendkívül fontos a szülők segítsége is. Úgy szervezzük a programjainkat, ezt évente 4-et szervezünk ebből. Bevonunk logopédust, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztőpedagógust, ha kell éppen gyógytestnevelőt, hogy éppen mi az aktualitása az adott oktatási rendszernek, nevelési intézménynek. Az óvodában, hogyha, mint most, ennek az aktualitása, a nyelvi kommunikációs készségeknek ugye a 3 éves kötelező szűrései bevezetése került, mit tudunk tenni ezekkel a gyerekekkel, akik fennakadnak a logopédiai szűréseken, hova küldjük tovább őket, mivel tudjuk segíteni, és ehhez az óvodát azért vonjuk be, mert ők is rendelkeznek speciális módszertanokkal, és ezen a napon ezt bemutatják részben egymásnak az óvodák, részben nekünk. Logopédusként a nyelvi fejlesztés egy elég összetett feladatot foglal magába, hiszen leggyakrabban a 3 és 4 éves korosztályt érinti a nyelvi késés folyamata. Így a gyerekek életkorának megfelelő játékos feladatokkal és mozgási gyakorlatokkal kell megalapozni a gyerekek beszédkészségét. Barta Mónika logopédus szerint a gyermek nyelvi fejlődésében a családnak is fontos szerepe van. Az anyanyelv az a egy nagyon fontos eleme a gyermek fejlődésének, az anyanyelv tanulása, az anyanyelv elsajátítása, és ugye benne van a nevében, hogy az anyának, a családnak ebben óriási szerepe van, hiszen az anya az, aki a nap szinte minden percében, az első 3 évben a gyerekkel együtt tölti az életét, játszik, mondókázik, beszél, mesél, és tulajdonképpen ezek azok az elsődleges lépések, amivel leginkább tudjuk segíteni a gyerek nyelvfejlődését. A gyermek szókincs és nyelvfejlődési elmaradása tanulási és beilleszkedési nehézségekhez vezethet. Ezért érdemes időben szakemberhez fordulni, hiszen a nem megfelelő kommunikáció számos egyéb hátrányt is okozhat felnőtt korban is.
felszabadult, bátor játékot és szoros eredményt vár az MTK elleni kupa visszavágón Sándor Tamás, a sínyői futballcsapat edzője. A nyolcaddöntő első felvonásán a fővárosiak 4-0-ra nyertek. A visszavágó szerdán 13 órakor kezdődik a sínyői pályán. Egy nappal a szerdai mérkőzés előtt rámerészkedtek a centerpályára a sínyői játékosok. Sándor Tamás a kupa visszavágó kezdési időpontjában vezényelt edzést azoknak a futballistáknak, akik szabaddá tudták tenni magukat a munkahelyükön. Az elmúlt héten az időjárási viszonyok miatt elmaradt a mérkőzés, és a megyei első osztály élovasa azóta is igyekezett kímélni a pályát. Az elmúlt vasárnapi fordulóban az örökösföldi műfüves pályán fogadták a Tuzsér Barcsaiék, akik egy 8-0-ás győzelemmel hangoltak a kupa meccsre. Ez az eredmény most nagyon jól jönne, mert akkor az biztos továbbítás jelentene, de hát nyilván ebből nem lehet kiindulni. Egy nagyon szervezett, nagyon jó MTK vár ránk. Ugyanolyan a hangulat, mint eddig volt, tehát bízom benne, hogy a srácok felszabadultak lesznek, tudnak örömfocit játszani, bár amennyire a pálya engedi, ebben nem vagyok nagyon biztos, de szeretnénk valamilyen szinten kicsit megszorongatni az MTK-t. Így vannak ezzel a játékosok is, akik a várhatóan szép számú közönség előtt szeretnék bizonyítani, hogy nem véletlenül jutottak el idáig. Egyértelműen egy nehéz mérkőzésre számítok, viszont nagyon örülünk, hogy egy ilyen nagy múltú és nagy csapatot el tudtunk idehozni egy ilyen kislakosú faluba. De nem titkolt szárnék, hogy szeretnénk bizonyítani, és egy nagyon szép eredményt elérni itthon hazai pályán, hazai közönség előtt. Az edző szerint tanultak az első mérkőzésen elkövetett hibákból, és szeretnék, ha azok nem ismétlődnének meg a visszavágón. Az első és legfontosabb dolog az, hogy ne mi adjunk lehetőséget az MTK-nak. Sajnos ezzel nagyon nagy problémák voltak az első mérkőzésen, mert többször is kielemeztük azt a mérkőzést. Az első fél időben egy-két helyzete volt úgy az MTK-nak, amit saját maguk dolgoztak ki. Nyilván mi adtunk nekik lehetőséget arra, hogy gólokat rúgjanak, ezt ki is használták. Ebbe kell nagyot javulni, nagyot lépni előre, és a pontrugásokat pedig megfelelően kell most már levédekezni. A sínyű MTK mérkőzés szerdán 13 órakor kezdődik a sínyői pályán. A hazaiak a találkozó eredményétől függetlenül a legtovább jutó alacsonyabb osztályú csapatként ott lesznek az amatőr kupa döntőjében. Győzelemmel zárta a bajnokság alapszakaszát a nyíregyházi kosársulé Farkasinszki Gyuláni együttese a 16. fordulóban lejátszott mérkőzésen 83-78-ra verte a DVTK U23-as csapatát. Az NKS az 5. helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportjában, így a rájátszásban a 10-18. Helyért játszanak majd a nyíregyháziak. A szülés után visszatérő Farkasinszki Orsolyával és a sérülése után ismét pályára lépő Pap Klaudiával a soraiban kezdte a meccset a hazai csapat, amely 5 ponttal elveszítette az első negyedet. A második 10 percet is a vendégek nyerték 6 ponttal, a harmadik negyedben viszont faragott 3 pontot hátrányából az NKS. Az utolsó negyedben aztán a házigazda elkezdte termelni a kosarakat, aminek következtében megfordították az állást, és végül 5 pontos sikerrel zárták az alapszakasz Farkasinszki Gyuláni tanítványai. Jó mérkőzés volt. Tehát megpróbáltuk ugye mi a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre, ami az elején nem nagyon sikerült. Ugye inkább futottunk utánuk, mert lényegesen gyorsabb, agresszívebb kosárlabdát játszottak, mint amit mi. Nekünk azért elég sok idő kellett, amíg fel tudtuk venni ezt a ritmust. Ugye fél időben még az ellenfél vezetett is, ugye, ami nagyobb gond és probléma volt, hogy 52 pontot kaptunk egy fél idő alatt, ami nagyon sok. Tehát ezt nem szabad megengedni. Ugyan dobni is dobtunk 41 pontot, tehát azzal sem volt különösebben gond meg probléma, csak ugye a védekezés kellett valamilyen szinten összerakni, hogy kicsikét határozottabban kosárlabdázunk, kicsikét a védekezésnél több segítéssel menjünk. Maradtunk végül is végig emberfogáson a zónába, beálltunk, ott viszont ugye kinti dobásokkal megszóltak bennünket. Megpróbáltunk mindent, amit csak tőlünk tellett, hál' Istennek a két lány úgy szállt be, hogy hasznosan. A nyíregyházi kosársuli 8 győzelemmel és 8 vereséggel az 5. helyen zárta az alapszakaszt az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportjában. Egy siker hiányzott ahhoz, hogy a felsőházba kerüljön a csapat, de a szakmai igazgató is sem elégedetlen, mivel a két kulcsember hiányában a korábbinál több teher hárult a fiatalokra. A fiatalok olyan nagy erőről és akkora nagy akaraterőről tettek tanúbizonyságot, és azokban a kritikus időszakokban, amikor ez a két játékos nem állt rendelkezésünkre,
ők tényleg mindent beleadtak abba, hogy az Egyesületnek azt, ami ugye éveken keresztül a neve és mindene meg volt, hogy ők azt megpróbálják ugyanúgy az eredményeket hozni. Tehát én csak maximális elismeréssel tudok róluk beszélni. Mondom, számomra egyedül ez az egy szolnoki vereség az, ami fájó vereség. Na hát, ez meg sajnos benne van. Az NKS 6 másik csapat társaságában a 10.-18. helyet játszik majd a folytatásban. A cél az, hogy a mezőny első felében végezzen az együttes, amivel a következő szezonban érvényes lebonyolítási rend szerint az erősebb csoportba kerülnének a nyíregyháziak. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Javítani kell Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esélyegyenlőségi lehetőségeit, ez a felzárkózás politikai együttműködési programok megvalósításának nyitó rendezvényén hangzott el. A három éves projekt célja, hogy olyan megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakítsanak ki, amely növeli a lakosságnak a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeit. A programban országosan 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre 18 megye számára. 240 millió forintos helyi foglalkoztatási paktum indult Vásárosnamény és térségében. Ennek célja, hogy együttműködjenek az önkormányzatok, a vállalatok és a potenciális munkaerő. A térségben egyszerre jellemző a munkanélküliség és a munkaerő hiány. A paktum segítségével ezeken az arányokon is szeretnének változtatni. 74 jelöltre már biztosan szavazhatnak a választópolgárok április 8-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 választókerületében a választás.hu adatai szerint. Őket már nyilvántartásba vették, de további 82 jelölt van még bejelentve. Minden választókerületben sikeresen állított jelöltet a Fidesz, KDNP és a Jobbik, a 6-os számú kerület kivételével az Összefogás párt, valamint 3 kerületben az MSZP. Rájuk és a többi közel 100 párt jelöltjére közel 500 ezeren szavazhatnak majd a megyében. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 6-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap további eső várható. A mai esős borongós időt okozó mediterrán ciklon csak szerdán a nap második felében hagyja el térségünket, addig számottevően nem változik időjárásunk. Az éjszaka folyamán is borult lesz az ég, és párás marad a levegő. Az éjszaka második felében újra elered az eső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lesz az ég, majd a délutáni, kora esti órákban felszakadozik, csökken a felhőzet. A nap első felében kell esőre számítani, a délnyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet. A mai melegfronti hatást éjszakától gyenge hidegfronti hatás váltja föl. A következő napokban változékony időre van kilátás. A rövidebb napos időszakok mellett többnyire felhős lesz az ég, és kisebb esők, záporok is előfordulhatnak. A hét végén a korábbiaknál jóval melegebb levegő lesz felettünk, így akkor kimondottan enyhe, igazi tavaszi idő várható. A jövő héten ugyan pár fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, de így is megmarad az időjárás tavaszias jellege.